Az orosz-ukrán háború miatt több mint 2500 ukrán gyermek Magyarországon tartózkodni, közölte Volodymyr Csubirko közösségi oldalán. A kárpátaljai megyei tanács elnöke arról számolt be, hogy megbeszélést folytatott a témáról Budapesten Balog Istvánnal, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjével. Mint fogalmazott, határozottan támogatják az ukrán iskolák külföldön történő megnyitását. Megkeressük az oktatási minisztériumot, az állami szervezeteket és a magyar partnereinket annak érdekében, hogy iskolák és külön oktatási intézmények működjenek Magyarországon az ukrán gyerekek számára, írta Volodymyr Csubirko Facebook bejegyzésében.